Életbe léptek az újabb árstoppok, mától olcsóban lehet tojást és burgonyát vásárolni a boltokban. A háborúról, a szankciókról és a gazdasági válságról egyeztet Orbán Viktor a türk államok ülésén, a kormányfő magyar beruházásokról is tárgyal. Az orosz kivonulás ellenére csak óvatosan haladnak Herszon felé az ukrán erők, csapdától és elaknásítástól tartanak. Még nincs járvány, de már egyre több az influenzás beteg, a szakemberek szerint még nem késő az oltást beadatni. Ez a Híradó fél nyolctól az M1-en. Jó estét kívánok! Életbe léptek az újabb árstoppok, mától a tojás és a burgonya is olcsóbb a boltokban. A szeptember végi árat rögzítették az üzletekben, ez a tojásnál 25%-os, a burgonyánál pedig 10%-os árcsökkenést jelenthet. Eddig összesen 7 élelmiszerre hirdetett árstoppot a kormány, a lista most 9-re bővült. A kisboltok támogatást kapnak majd az árstopp ellensúlyozására, a részleteket jövő héten jelentik be. Nyitás után nem sokkal szinte minden boltban tojásokkal töltötték fel a polcokat, és megkezdődött a termékek átározása is. Kolozsvári László szinte mindig ebben a kisboltban vásárol. Ez jó lesz, oké. Többek között a tojásokat is itt veszi meg, mert ahogy mondta, frissek, és a minőséggel sincs baj. És most már olcsóbb is. Nyilván ez meg annyi apró segítség, és hogyha a hétköznapok apró megtakarításait összeadjuk, akkor ez egy komoly, jelentős megtakarítást jelent a későbbiekre nézve. A tojás mellett a burgonya is kevesebbe kerül, így nem véletlen, hogy ma jóval több fogyott belőle, mint máskor. Mától ugyanis mind a két nagyon fontos élelmiszer bekerült az árstoppos termékek közé. A kormány eddig 7 alapvető élelmiszer árát fagyasztotta be, még az évelején. A kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó étolaj, a házi sertéscomb, a csirkemell, a csirkefarhát és a 2,8%-os zsírtartalmú tehéntej árat csökkent. Ez a lista bővült most a tojással és a burgonyával. Nagyon keresik a hatósági áras termékeket, mert hát mindenki ott fogja meg a pénzt, ahol tudja, és valószínűleg csak az élelmiszeren lehet jobban spórolni. A boltosok azt mondják, sok vásárlójuk várta már az újabb árcsökkenést, és a legtöbben éppen a tojás és a burgonya árát mérsékelték volna. Azt kellett újra megállapítanunk, hogy a legnagyobb probléma az a szankciós infláció, amelyel a magyar gazdaság küzd. Ezzel indokolta az intézkedést a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a szerdai kormányinfón arról beszélt, a kormány célja, hogy a legfrissebb adat szerint a 21%-os inflációt a jövő év végére a felére szorítsa le. Ezért tartják fenn például a gáz és az áram esetében a rezsicsökkentett árakat az átlagfogyasztásig. Ezért lehet hatósági árakon tankolni az üzemanyag töltőállomásokon a lakossági fogyasztóknak. És ezért léptették életbe a kamatstoppot a kis- és középvállalkozásoknak. Most pedig ennek érdekében bővítették az élelmiszer ársapkás termékek körét is. Ezért a kormány úgy döntött, hogy a friss tojás és az étkezési burgonya esetében az üzletben vagy bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység vagy akár csomagküldés esetén alkalmazott bruttó kiskereskedelmi ár az a kereskedő által 2022. szeptember 30. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi árnál nem lehet magasabb. Az árstop a tojásnál 25%-kal, a burgonyánál 10%-kal csökkenti az árat. Szeptember végén egyébként 10 darab tojás átlagos fogyasztói ára Magyarországon 723 forint volt, míg a kései burgonya kilója átlagosan 352 forintba került. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ennél többen nem kerülhet majd a tojás vagy a burgonya a boltokban, hiszen sehol nem egységes áron adták el ezt a két terméket, illetve a tojásból és a burgonyából is több fajtát lehet kapni. Vagyis kisebb-nagyobb eltérések lehetnek majd az árakban és az üzletekben. Fontos, hogy a kistelepülések boltjai támogatást kapnak majd az árstoppok miatt. A pontos részletek hétfőn derülhetnek ki, ami viszont ismert, hogy az árstoppok már eddig is mérsékelték a pénzromlást, és ezután is fogják, hiszen a tojás és a burgony árának csökkentése is lejjebb viszi majd az árindexet, az előzetes becslések szerint éves szinten 0,1-0,2%-kal.
Újabb segítséget kapnak a bajba került hazai cégek. 200 milliárd forintos keretösszeggel gyármentő garancia és hitelprogram indul. A program két részből áll, és jövő januártól lehet rájelentkezni. Egyedi megrendelésre készítenek bútorokat ebben a fővárosi asztalos üzemben. A vállalkozásnál az elmúlt években többször is hitelből fedezték a fejlesztéseket, így aztán első kézből tudják, milyen is az, ha változnak a kamatok és elkezdenek nőni a törlesztő részletek, mint ahogy a szankciós infláció miatt ez most be is következett. A kormány az októberben meghirdetett gyármentő program részeként november 15-től megállt parancsol a kamatemeléseknek. Egy vállalkozás életében óhatatlan, hogy alkalmanként hitelhez kell folyamodni. Akkor, amikor a hitellel mi számolunk, annak nyilván a kamatjával is számolunk, ha ez megváltozik, ez nagyon nagy problémát tud okozni. Ezért jön jól most nekünk a kormánynak a segítsége, hiszen így megtakarított pénzekből fog jutni a különben is megváltozott energiaárakra, szállítási költségekre, üzemanyagára is. A kamatstop mellett a kormány meghosszabbította a Széchenyi kártya hitelprogramot is, és egy olyan intézkedés csomagot dolgoz majd ki, amelynek az a célja, hogy gazdasági ösztönzőként használja a bankadót. Vagyis aki hitelez, az kevesebb bankadót fizet, aki pedig nem hitelez, az többet. A szankciós infláció ellen küzdünk, de úgy küzdünk, hogy közben fontos, hogy elkerüljük a recessziót. Erről október második felében beszélt Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, aki most bejelentette, hogy gyármentő garancia és hitelprogram is indul. Ennek egyik elemeként a Magyar Fejlesztési Bank a nagy és közepes vállalkozások számára 100 milliárd forintig állami kezességet, illetve garanciát vállal azok forgóeszköz, folyószámla, illetve a működés finanszírozó hiteleire. A csomag másik elemeként az Exim Bank ugyancsak 100 milliárd forintig államilag támogatott, rendkívül kedvezményes és a futamidő végéig fix kamatozású beruházási hiteleket nyújt azoknak a hazai üzemeknek, amelyek hatékonyabbá teszik energiafelhasználásukat, azaz kevesebbet fogyasztanak, vagy például saját maguk állítanak elő áramot megújuló energiával. Amikor nehéz helyzet van, akkor a kormány azt támogatja a vállalkozásokat. És most nehéz helyzet van, mert az elhibázott brüsszeli szankciók az elszabadult energiaárak miatt az Európai Unió több gazdasága is recesszióba kerül az idén. A magyar kormány viszont ezt szeretné elkerülni, és a szakértő szerint ezért is segíti komoly forrásokkal a vállalatokat. A gyármentő csomagok azok segítik azt, hogy a magyar beruházások volumene az magas szinten maradjon, a foglalkoztatás, a GDP növekedés az erős legyen, ugyanúgy, ahogy eddig is volt. Emellett a hatékonyságnak a növelése az elősegíti az energiabiztonságát is az országnak, hiszen hogyha nagy szereplők kevesebb energiát, kevesebb gázt és áramot használnak, az azt jelenti, hogy több áll rendelkezésre a többi szereplő számára. Az új két részből álló gyármentő program 2023. január 1-én indul. A háborúról, a szankciókról és a világgazdasági válságról is egyeztetnek a türk államok csúcs találkozóján, amelyen a magyar kormány is részt vesz. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalára feltöltött videójában arról beszélt, üzleti lehetőségekről tárgyaltak és közel jutottak ahhoz, hogy az OTP hamarosan megvásároljon egy jelentős üzbék bankot, valamint egy magyar gyógyszeripari gyártóbázis létrehozásáról is szó esett. Szamarkand jelentkezik. Üzbegisztánból a türk államok szervezetének 9. csúcs találkozójáról jelentkezett Orbán Viktor. A miniszterelnök közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmaz, van miről beszélni. Háború, szankciók, világgazdasági válság, általános bizonytalanság itt és Európában is. A kormányfő kiemelte, a tanácskozásra 60 tagú üzleti delegációval érkeztek, kétoldalú tárgyalásokat folytattak az üzbég elnökkel és kormányával. Fontos megállapodásokat kötöttek, erősítik az atomenergetikai, pénzügyi és gyógyszeripari együttműködéseket. Közel jutottunk hozzá, hogy az OTP hamarosan bejelentheti egy jelentős üzbég bank megvásárlását, és gyógyszeripari bejelentések is várhatók itt létrehozandó gyártóbázis beruházásának megkezdéséről, és ma délután még meg tudunk állapodni vízgazdálkodási, élelmiszeripari és nukleáris energetikai kérdésekben is, és ma este kezdjük a szankció és a háború kérdésének megtárgyalását a türk államok vezetőivel. Magyarország 2018 óta megfigyelőként vesz részt a türk államok szervezetének munkájában.
A tanácskozást a 500 000 lakosú Szamarkándban tartják, ahol az ülés előtt Orbán Viktor a kazah és a kirgiz elnökkel is találkozott, a tervek szerint pedig pénteken egyeztet Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel. Lehetőleg hamarabb békét szeretnénk. A türk tanács a békefóruma, minden egyes tagja az ukrajnai háború diplomáciai rendezésében érdekelt. Erről a türk államok szervezetének külügyminiszteri tanácsülésén beszélt Szijjártó Péter. Hangsúlyozta, a türk tanács azon kevés szervezet egyike, amely a kelet és nyugat közötti együttműködés pártján van, ami kulcsfontosságú a globális biztonság szempontjából. A külgazdasági és külügyminiszter az üzbég-magyar üzleti fórumon is felszólalt. Szijjártó Péter jelentős lépésnek nevezte, hogy tavaly stratégiai megállapodást kötött Üzbegisztán és Magyarország. Ennek a stratégiai partnerségnek, amely Üzbegisztán és Magyarország között létrejött, a jelentőségét nagymértékben növeli az, hogy nekünk az most a gazdaságpolitikai célunk, hogy kimaradjunk az európai recesszióból, és mivel a magyar gazdaság a világ 10 legnyitottabb gazdasága közé tartozik, ezért a külgazdasági teljesítményünk alapvetően határozza meg a nemzetgazdaság teljesítményét. A paksi atomerőmű bővítése egyszerre nemzet stratégiai és nemzetbiztonsági érdeke Magyarországnak, írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter hangsúlyozta, az ukrajnai háború és a brüsszeli szankciós politika kudarca miatt globális energiaválság alakult ki, amely hosszú távon itt lesz velünk. Ezért a jövőben azok az országok tudnak majd erősek lenni, amelyek a felhasznált energiájuk nagy részét képesek lesznek saját maguk előállítani. A tárcavezető közölte, hogy Alekszej Lihacsovval, a Rosszatom vezérigazgatójával áttekintették a beruházás állását, és megállapodtak a következő hetekben szükséges lépésekről, annak érdekében, hogy az évtized végére már számolhassanak két új paksi blokkkal is. Árstoppot vezetett be a lakossági villany és gázárakra a szlovák kormány. Az intézkedés egyelőre az év végéig lesz érvényben. A lakosság mellett pedig a kis- és középvállalkozások is kaphatnak segítséget januártól március végéig a maximált energiaárakkal. Rozsnyó Gallai negyemese. A kabinet elfogadta a nagy energiaigényű vállalatok megsegítését célzó elképzeléseket is. Úgy tudjuk, hogy az energiaköltségek kompenzálására 40 millió eurót különítenének meg, és ezzel tulajdonképpen mintegy 50 ezer munkahelyet mentenének meg. Tehát ez a támogatás is elvileg gyors és pénztárcabarát lesz, viszont egyelőre nem tudni, hogy milyen feltételek mellett és mikor érkezik. Az elszabadult infláció és a magas energiaárak ellen is tiltakoztak Párizsban a legnagyobb tömegközlekedési vállalat dolgozói, akciójuk meg is bénította a francia fővárost. Franciaország legnagyobb szélsőbaloldali szakszervezete a CGT szervezésében több ezer francia munkavállaló vonult utcára csütörtökön Párizsban. A tüntetők az elszabadult infláció miatt tiltakoztak és béremelést követeltek. Az árak emelkedése jóval meghaladja a 6%-ot, az élelmiszerek 12-15%-kal drágultak. Az üzemanyagok ára sem csökken, valóban szükség van arra, hogy minden dolgozó tegyen valamit azért, hogy kiharcoljuk a béremeléseket, mondta a francia kommunista párt vezetője. Az utasok és a Párizsba látogató turisták komoly fennakadásokba ütköztek csütörtökön, ugyanis a párizsi tömegközlekedési vállalat, az RATP dolgozói sztrájkot hirdettek. Ők is magasabb béreket és jobb munkakörülményeket követelnek. A sztrájk miatt óriási fennakadások alakultak ki, ugyanis csak két automatizált vonalon közlekedtek a szerelvények. Öt vonal egyáltalán nem nyitott ki, míg a többi útvonalon csak a reggeli és a délutáni csúcsidőben indultak kocsik. Fennakadások voltak a busz és a villamos közlekedésben is. Reggel 9.30 helyett 6.30-kor kellett elindulnom, hogy elkerüljem a csúcsforgalmat és hogy odaérjek a munkahelyemre, mondta egy másik utas. Az elmúlt időszakban egymást érik a megmozdulások Franciaországban. Néhány héttel ezelőtt például Párizsban 140 ezer ember vonult az utcákon. Többek között azt hangoztatták, hogy a francia államfő energiapolitikája káoszba taszította az országot, és sérelmezték, hogy Emmanuel Macron elnök nem a saját polgárai megélhetési gondjaival foglalkozik, hanem az Ukrajnának ígért fegyverekkel. A
Nagyon óvatosan közelítenek az ukrán erők Herszon városa felé, annak ellenére is, hogy az oroszok hivatalosan kivonultak onnan. Az ukránok nem zárják ki azt, hogy csak csapdába akarják csalni katonáikat, és tartanak attól is, hogy a kivonulók elaknásították az elhagyott területeket. Faluról falura haladva közelítenek az ukrán erők Herszon városához. A déli műveleti parancsnokság szerint a megye központtól északra és keletre fekvő régiókban csak az elmúlt 24 órában 7 kilométert nyomultak előre a frontvonal teljes hosszán. Az elmúlt napokban több mint 260 négyzetkilométernyi elfoglalt területet szabadítottak fel. Csütörtökön tűzték ki ismét az ukrán nemzeti lobogót Kiszelivkában. A település alig 15 kilométerre van Herszontól, az ukránok által ellenőrzött Mikolajiv felé vezető főút mentén. A fontos vasúti és közúti csomópontnak számító Snihurivkába is bevonultak az ukrán katonák. A város Herszon megye határánál fekszik. A közelben lévő falvakból már napokkal korábban kiszorították az orosz egységeket. Az itt élők arra panaszkodnak, hogy a több hónapos megszállás után semmiük sem maradt. Egy csomó mindent elloptak az orosz katonák, még az udvaron álló autókat is. Bementek a házainkba, és vitték, ami a kezük ügyébe akadt, mondta egy helyi férfi. Szerdán a nemrég kinevezett hadseregparancsnok Szergej Szurovikin javaslatára Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter kamerák előtt adott utasítást arra, hogy vonják vissza az orosz egységeket a Dnyeper folyó jobb partjáról, azaz adják fel Herszon városát. A stratégiai fontosságú megyeközpontot még a háború első hetében foglalták el a Krím-félsziget felől érkező orosz erők. Szeptember végén Vlagyimir Putyin orosz elnök három másik ukrajnai területtel együtt Herszon megyét is Oroszország részévé nyilvánította. Jó lehet, akkor már északi irányból sikeresen nyomultak előre az ukrán erők. A Kreml egyelőre hallgatásba burkolózik. Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön a rendőrnapon Herszont is felsorolva méltatta az orosz belügyi dolgozók munkáját úgy, hogy a visszavonulásról szót sem ejtett. Csütörtökön már a védelmi tárca szóvivője is tervezett manőverről beszélt. Az orosz fegyveres erők folytatják a különleges katonai műveletet. A Mikolajiv-Krivij Rih vonalon az orosz egységek manővert hajtanak végre a Dnyeper balpartján előkészített állásokba, szigorúan követve az elfogadott tervet, közölte Igor Konashenkov. Az ukrán vezérkar műveleti központjának egyik vezetője úgy fogalmazott, egyelőre sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudja az orosz visszavonulás tényét. A tábornok közölte, az ukrán erők folytatják a tervezett előrenyomulást, elvágva az ellenség utánpótlási vonalait. Kijevben azt sem tartják elképzelhetetlennek, hogy a visszavonuló orosz csapatok elaknásítják a várost, ahonnan hetekkel korábban több ezer embert evakuáltak. Nagyon óvatosan nyomulunk előre, érzelmek nélkül kerülve a fölösleges kockázatot. A cél az, hogy a lehető legkisebb veszteséggel szabadítsuk fel országunk egész területét, Herszont, Kahovkát, Donyecket és a többi várost, mondta Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök. A magyar állam támogatásával újult meg egy óvoda a Beregszászon. Kárpátalja katonai kormányzója köszönetet mondott a magyar segítségért. Vadonatúj bútorok, kiságyak, játékok kerültek ebbe a beregszászi tanintézménybe. Hamarosan 45 kisgyerek járhat ide európai körülmények között óvodába. Az intézmény kívülbelül magyar állami támogatásból újult meg. Kárpátalja katonai kormányzója köszönetét fejezte ki, hogy a segítség révén a háborús körülmények között is működtetni tudják a tanintézményeiket. Az ellenség lövi az energetikai infrastruktúránkat, de az intézményeinket sem kímélik. Ezt figyelembe veszik a külföldi partnereink, köztük magyar barátaink, és segítenek bennünket. Köszönet ezért, fogalmazott a kormányzó. A Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára a fejlesztés átadóján arról beszélt, hogy a magyar kormány anyagi lehetőségeihez mérten minden olyan kezdeményezést támogat, amellyel enyhíteni tudja az emberek háború miatti szenvedését, főleg ott, ahol sok nemzettársunk él.
Örülök, hogy gyorsan, gyakorlatilag hónapok alatt elkészült a felújítás, és ma itt azt ünnepelhetjük, hogy szerényen természetesen a körülményekre tekintette, de mégiscsak itt több tucat gyerek kerül majd olyan körülmények közé, amelyeket bármilyen magyarországi vagy nyugat-európai település is megirigyelhetne, és az, hogy ez Beregszászon van, az különösen kedves a szívünknek. Az államtitkár Beregszászon egy leendő anyaotthont is felkeresett, amely szintén magyar állami támogatásból újul meg. Itt néhány héten belül Csonka menekült családoknak, édesanyáknak és gyermekeiknek nyújtanak majd menedéket. Meg kell találni a közös nyelvet, ami elvezet a mielőbbi igazságos békéhez, ezt Novák Katalin köztársasági elnök mondta egy párizsi nemzetközi békefórumon. Novák Katalin találkozott a korábbi francia államfővel, Nicolas Sarközivel is, akivel arról beszéltek, hogy Magyarország híd szerepére szüksége van Európának és a világnak. Nicolas Sarközi korábbi francia államfő irodájánál kezdődött Novák Katalin programja csütörtökön Párizsban. Az államfő a találkozó után közösségi oldalán azt írta, Franciaország korábbi köztársasági elnökével arról beszélgettek, hogy Európának és a világnak is szüksége van arra a híd szerepre, amelyet Magyarország betölt. Vissza kell állítani a békét, erről már az Institut de Philosophie Comparé Egyetemen beszélt a köztársasági elnök, ahol egyebek mellett a háborúról, a demográfiai kihívásokról és a magyar családpolitikáról tartott előadást, filozófiát, pszichológiát és politológiát hallgató diákoknak. Szeretnénk segíteni a fiatalokat például abban, hogy pénzügyi támogatást kaphassanak a családalapításhoz. Mi így járunk el Magyarországon, jelenleg a költségvetésünkben a GDP 6,2%-át fordítjuk arra, hogy a családokat segítsük, fogalmazott Novák Katalin. A köztársasági elnök csütörtöki programja az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének központjában folytatódott. Novák Katalint az UNESCO főigazgatója fogadta, akivel megbeszélést folytatott, majd a békefalhoz is ellátogattak. Még mindig tart a szavazatszámlálás több amerikai államban a keddi félidős választások után. Nevadában leghamarabb keddre ígérnek eredményt, Georgiában pedig második fordulót kell kérni a szenátori helyért, ezért továbbra sem tudni, hogy a szenátusban a demokraták vagy a republikánusok szereznek többséget. A kongresszus alsóházába azonban a jelenlegi állás szerint a jobb oldal küldhet több képviselőt. Folyamatosan pörgeti a szavazólapokat a számlálógép a nevadai Las Vegasban. Az amerikai félidős választások eredményére azonban az államban még legalább egy hetet várni kell. A nevadai törvények értelmében ugyanis a választás napján leadott levélszavazatok is érvényesek. Ezek postázása a hétvégéig elhúzódhat. Ráadásul sok esetben nem egyezik a választók aláírása a hivatalos rendszerben lévővel, amit ellenőrizni kell. Így az állam több kongresszusi képviselőinek kiléte is bizonytalan. A levélszavazatok feldolgozása a következő napokban folytatódik, ahogy a voksok hitelességének tisztázása is. Jelenleg egy a lakosság számára is elérhető honlapon több mint 9500 embert vontunk be a folyamatba, közülük csak nem 5400-an még nem hitelesítették a szavazólapjukat. Ez a szám pedig folyamatosan növekedni fog, amíg be nem fejezzük a levélszavazatok feldolgozását. Nyilatkozta az egyik nevadai megye szavazatszámláló biztosa. A szintén csatatérállamnak számító Arizonában is több százezer szavazat vár még feldolgozásra, így bár jelenleg a demokrata jelölt esélyes a szenátusi helyre, akár meg is fordulhat az állás. A választás napján ugyanis az állam legnépesebb megyéjében, több körzetben is meghibásodtak az elektronikus szavazógépek, ezért akár napokig is eltarthat a voksok ellenőrzése. Georgiában pedig már bejelentették, hogy december 6-ára írják ki a szenátorválasztás második fordulóját. A helyi törvények értelmében ugyanis 50% feletti eredmény szükséges a pozíció megszerzéséhez. Az államban viszont három jelölt is indult, így a legtöbb szavazatot szerzett demokrata politikus néhány 10%-kal lemaradt az első körös győzelemről. Csütörtökig a 100 tagú szenátusban 48 helyet szereztek a demokraták és 49-et a republikánusok. Mivel Arizonában nagy esélye van a győzelemre a demokratáknak, így a két még billegő államból elég egyben győzniük a többség megszerzéséhez. A republikánusoknak viszont ehhez mindkettőre szükségük lenne. A szenátusban ugyanis szavazategyenlőség esetén az alelnök voksa dönt, akit jelenleg a demokrata párt ad. Joe Biden amerikai elnök szerdán a választásokat értékelő sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a képviselőházi többség várható elvesztése ellenére elégedett pártja szereplésével. Hozzátette, készen áll a közös munkára és a kompromisszumra a republikánusokkal.
Hadd mondjam el, hogy függetlenül a végeredménytől, amelyhez sok helyen még mindig számolják a voksokat, készen állok a republikánus kollégáimmal együtt dolgozni. Azt hiszem, az amerikaiak világossá tették, hogy elvárják a republikánusoktól is, hogy készek legyenek velem együtt dolgozni, fogalmazott az amerikai elnök. Ugyanis míg a kongresszus felsőházában kiegyenlítettek lesznek az erőviszonyok, addig az alsóházban az eddigi eredmények alapján a republikánusok számíthatnak kényelmes többségre. A párizsi kormány megadta a kikötési engedélyt az Ocean Vikingnek. A francia civil szervezet által üzemeltetett hajó több mint 200 bevándorlót szállít a fedélzetén. Most Toulonba tart, ahol a várakozások szerint már pénteken kiköthet. Az Ocean Viking korábban Szicília szigetén próbálta partra tenni a földközi tengerből kimentett migránsokat, ám az olasz hatóságoktól erre két hét alatt sem kapott engedélyt. A francia belügyminiszter érthetetlennek nevezte az olasz hozzáállást, és közölte, válaszul felfüggesztik a megállapodást a korábban Olaszországba érkezett bevándorlók befogadásáról, és erre szólítják fel a többi európai országot is. A román határrendészek egy nap alatt 80 migránst tartóztattak fel a román-magyar határon. Az illegális bevándorlók teherautókban rejtőztek el. A legnagyobb csoport 33 főből állt, ők a Nagylak-Csanád-Palota határátkelőnél egy török rendszámú teherszállító rakterében rejtőztek el. A feltartóztatott migránsok többsége szabályosan érkezett Romániába, de a schengeni térségbe már nem volt vízumuk. A súlyosbodó migrációs nyomás ellenére sem vezetnek be ellenőrzést a szlovák-magyar határszakaszon, ezt a szlovák országos rendőrfőkapitány közölte. Hamran István szerint a megoldás az, ha a külső schengeni határok védelmét, így például a magyar-szerb határszakaszt ellenőrző egységeket erősítik meg. A szlovák belügyminiszter szerint a szlovák-magyar határszakasz ellenőrzése túl költséges lenne, és nem is lenne hozzá elég rendőrük. Felszámolták a szabadkai befogadó központ közelében felállított illegális migráns táborokat. Szabadkai stábunk arról értesült, hogy a Sátorvárosban tanyázó illegális bevándorlókat a rendőrség szerda este szállította el 6 autóbusszal a presevói befogadó központba. Több tucatnyian azonban elmenekültek a kiérkező rendőrök elől. Itt ezen a helyen néhány nappal ezelőtt még több száz illegális migráns tartózkodott egy valóságos sátorvárosban, és csütörtök reggelre a Szabadkai Köztisztaság és Parkosítási Közvállalat munkatársai munkagépekkel és kamionokkal elbontották, illetve elszállították a sátorváros maradványait, illetve az összegyűlt szemét nagy részét. Ahogy körülnéztünk, találtunk itt többek között egy összetépet törökországi útlevelet, hiszen sokan turistaként lépnek be Szerbiába a migránsok közül, és így három hónapot tölthetnek gyakorlatilag legálisan az országban, ezt követően pedig összetépik dokumentumaikat, és akkor kelnek útra a magyar határkerítés irányában. Az elmúlt időszakban folyamatosan követték egymást a válságok, amelyeknél az is kiderült, hogy az európai fősodortól eltérő magyar megoldások működnek. Erről a kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkár beszélt Dabason. Mentzer Tamás szerint a háborúra adott brüsszeli válaszok nem javítottak a helyzeten, hanem súlyosbították azt. Mint mondta, az ilyen sorsfordító kérdésekben a kormány rendszeresen megkérdezi a magyar embereket, ezért indított nemzeti konzultációt a szankciókról is. Higgyék el, hogy ennek nemzetközi szinten is komoly jelentősége van, mert amikor azt látják nemzeti konzultációnál, időnként békemenetnél, a választásokról nem is beszélve, hogy milyen tömeg áll a kormány és a kormánypártok mögött, akkor látják, hogy ez egy óriási erő, és ez az erő megvédi a magyar érdekeket, és megvédi az országot is a külső támadásokkal szemben. A demokratikus koalíció azt követeli, hogy ideiglenesen töröljék el az alapvető élelmiszerek áfaterhét. Varga Zoltán szerint a friss tojásra és a burgonyára vonatkozó árstopp áruhiányhoz vezethet. A demokratikus koalíció szerint az alapvető élelmiszerek áfájának ideiglenes legalább az év végéig tartó eltörlésére van szükség. Az LMP az árstopp kiterjesztése helyett az alapvető élelmiszerek áfájának 5%-ra csökkentését javasolja. Csárdi Antal azt mondta, hogy az áremelkedés nem tudja letörni, ha a hatósági árassá teszik a krumplit és a tojást. Az LMP hosszú évek óta küzd azért, hogy az alapvető élelmiszerek áfája csökkenjen le 5%-ra. Jól lehet látni, hogy nem lehet tovább várni ezzel a döntéssel.
A Jobbik aláírásgyűjtő kampány szervezett a posták nyitvatartásának érdekében. Zékárpád Dániel arról beszélt, hogy a Csillaghegyi posta holnap reggel már nem nyit ki, pedig nincsen másik posta egy hév megállón belül. Igenis elérjük, hogy Óbudán belül és Csillaghegyen belül se legyen kérdés az, hogy az alapvető szolgáltatások elérhetők legyenek. Társadalmi nyomással érni el a Mi Hazánk mozgalom, hogy tiltsák meg a szivárványos zászló középületekre tűzését. Novák előtt szerint az LMBTQ mozgalom zászlójának elhelyezése a magyar nemzeti lobogó mellett a középületeken garázdaság és a nemzeti jelkép megsértése. Mivel ez az agresszív mozgalom egyre terjeszkedik, ezért szükséges a törvénymódosítás, különben a következő lépések nyilvánvalóan azok lesznek, hogy további közintézményekre, középületekre, úgy mint iskolák, óvodák épületére is kikerülhet ez a zászló. Adathalászat lehet a demokratikus koalíció célja a rezsimentő alap létrehozásával, ezt írta a Magyar Nemzet. A lap szerint a Dobrev Klára által nemrég meghirdetett akció a baloldalra jellemző átláthatatlan módon gyűjti az adományokat. A párt gyűjtéséről már a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke is tájékozódik. A legkisebb támogatás is számít. A Facebook oldalon megtaláljátok a részleteket. Gyertek velem, legyünk rezsimentők! Egy saját maguk által rezsimentőnek nevezett alap számára kezdett pénzgyűjtésbe október végén a Demokratikus Koalíció. A kalapozást Dobrev Klára a párt kongresszusán jelentette be. Gyurcsány Ferenc felesége hétfőn közösségi oldalán már azt írta, alig egy hét alatt több mint 15 millió forint gyűlt össze. Ebből a pénzből a DK állítása szerint rászoruló családok decemberi rezsiszámláját fizetik ki. A honlapon azt ígérik, hogy a pénzek útjáról folyamatosan tájékoztatják az adományozókat, csak hogy ehhez az e-mail címen kívül több személyes adatot, például a nevet és a pontos címet is meg kell adni a Demokratikus Koalíciónak. A regisztrációhoz bele kell egyezni az adatvédelmi nyilatkozatba is, és az is szerepel a honlapon, hogy Gyurcsány Ferenc pártja a megadott elérhetőségen kampányeseményekről és választási programokról tájékoztatást küld. A jelentkezés gomb alatt pedig szinte alig láthatóan egy vélhetően a honlap által generált magyarul értelmetlen figyelmeztetés olvasható, amely arra utal, hogy a DK felhasználhatja a megszerzett adatokat. Adathalászat lehet a DK célja a rezsimentő alap létrehozásával. Az akció kapcsán erre hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet. Azt írják, a Dobrev Klára által nemrég meghirdetett úgynevezett rezsimentő alap a baloldalra jellemző homályos, átláthatatlan módon gyűjti az adományokat. A portál például eddig hiába kérdezte meg, hogy mennyien adományoztak, és hogy milyen alapon választják ki a megsegítendő családokat. Gyurcsány Ferencék nem reagáltak a megkeresésre. A Magyar Nemzet hozzáteszi, a párt adománygyűjtéséről már a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke is tájékozódik. Pikó András, Józsefváros baloldali polgármestere, egy az Index által korábban kiszivárogtatott hangfelvétel tanúsága szerint már 2019 májusában beszélt a Demokratikus Koalíció adatgyűjtési szokásairól. A DK mögött van egy olyan datamining cég, amelyet egykori titokminiszternek hogy azt, amit a Dobrev Klára mögött láttunk ilyen social médiás, meg adatbányászatot, tehát hogy olyan embereket is lehet, hogy ezt a kérdőket egyébként másképp nem. A baloldali polgármester akkor a DK és a Bajnai Gordon volt miniszterelnök, valamint Fichor Ádám egykori titkosszolgálati miniszter által jegyzett DAT-adat kapcsolatára utalt. Igen, segít nekünk a DAT-adat. A DAT-adat a kampányban Márki-Zay Pétert is segítette adatbázis építéssel. A baloldal bukott miniszterelnök jelöltjéről pedig a napokban több hírportál is azt írta, új akciójával, az úgynevezett civil nemzeti konzultációval is átláthatatlanul gyűjthet adatokat. A Mandiner úgy fogalmaz, ha valaki kitölti a kérdőívet, akkor az esztergomi, férgező, tetvező, gombázó képviselőhöz kerülhetnek az adatai. Az adatvédelmi nyilatkozatban ugyanis szerepelt az adatfeldolgozók pont alatt egy bizonyos esztergomi Pilár Internet Consulting Kft., amelynek ügyvezetője az a Cserép János, aki az egyik kampányban közösségi oldalán azt írta, a férgeket ki kell ásni, a tetveket meg kell tizedelni, és engedni kell ezt a jobb sorsra érdemes várost paraziták nélkül növekedni. A Jobbikhoz köthető Alfa hír szerint az önkormányzati képviselő által vezetett cég neve egészen keddig szerepelt a Márki-Zay Péter mozgalma által indított konzultáció adatvédelmi nyilatkozatában.
A cikk megjelenése után azonban eltűnt, helyette a Mindenki Magyarországa mozgalom adatai jelentek meg. Még nincs influenza járvány Magyarországon, de egyre több a beteg. A szakemberek azt mondják, még nem késő beadatni a védőoltást, 1.300.000-en ingyenesen kérhetik, többek között a várandósak, a cukorbetegek, a 60 év felettiek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők. Egy gyors mozdulat, és már be is adta az influenza elleni vakcinát az orvos. Napok óta folyamatosan volt ebben a Dunavarsányi rendelőben. Tímár Ferencné szívbetegsége miatt jött vizsgálatra, de ezzel egy időben az influenza elleni védőoltást is felvette. Én 40 éves korom óta, ha nem is minden évben, de elég sűrűn beadattam magamnak. Most, amióta 4 éve betegséggel küzdök, most minden évben beadatom. Az influenza elleni oltást 1.300.000-en ingyenesen kérhetik. A 60 év felettiek, a várandósak, a szív- és érrendszeri daganatos betegségben szenvedők, valamint a cukorbetegek. A vakcinák minden házi orvoshoz megérkeztek. Ezeknek a felvételére folyamatosan lehetőség van a házi orvosoknál, úgyhogy kérem a betegeket, hogy ezeket mindenféleképpen keressék. Évről évre azt tapasztaljuk, hogy a rendelkezésre álló mennyiség sajnálatos módon nem szokott elfogyni, úgyhogy oltóanyag bőven rendelkezésre áll, mindenféleképpen javasolt, hogy veszélyeztetett csoportba tartozó páciensek ezzel éljenek is. A Nemzeti Népegészségügyi Központ egy új figyelőszolgálatot hozott létre, az összes felső légúti betegséget vizsgálják. Egy hét alatt több mint 11 ezer embernél mutattak ki influenza-szerű megbetegedést. Járvány még nincs, de várhatóan a tavainál erősebb lefolyású lesz, és több megbetegedésre is számítanak. Közben a koronavírus újabb mutációi is terjednek. Müller Cecília, országos tisztifőorvos az M1-nek arra hívta fel a figyelmet, hogy a két betegség ellen akár egyszerre is be lehet adatni a védőoltást. Javasoljuk annak a felvételét is. Természetesen mindig az oltóorvos dönti el. Egyénre szabott kell, hogy legyen ez a döntés, és amennyiben javasolja, egy időben felvehető a koronavírus elleni védőoltás az influenza vírus ellenivel két különböző testtájékra beadva. El lehet venni. A koronavírus elleni vakcinát a házi orvosoknál, valamint péntekenként az oltópontokon lehet beadatni, az influenza elleni védőoltás pedig már a gyógyszertárakban is elérhető. Téli üzemmódba állt itthon a közútkezelő, mostantól több mint 700 hókotróval és 100 hómaróval várja a hideget a cég, a szakemberek pedig 0-24 órás szolgálatra váltottak. A közút összesen 31 ezer kilométernyi aszfaltért felel az országban, ugyanakkor a sofőröktől is azt kérik, hogy a téli útviszonyoknak megfelelően vezessenek. Most indulunk. A sótartályt szerelik fel a hókotróra a Magyar Közút Non-Profit ZRT dolgozói a cég Szigetszentmiklósi mérnökségén. A gép egy fordulóval 9 tonna szóróanyagot tud kijuttatni, ami körülbelül 50 km hosszú útszakasz egy sávjának síkosságmentesítésére elegendő. A Magyar Közút november 10-én téli üzemmódra váltott. A korszerű, nagy teljesítményű gépekkel az utakat a korábbiaknál jóval gyorsabban tudják járhatóvá tenni. Korábban sajnos volt arra példa, hogy nagyon sok műszaki meghibásodás miatt nem tudtunk időben kiküldeni egy-egy munkagépet. Az elmúlt évek fejlesztése alapján, és hogyha megnézzük a nézők mögöttem is, rengeteg új teherautó van. Ezekkel már sokkal nagyobb teljesítménnyel és nagyobb volumenben tudunk beavatkozásokat végezni. A tél általában a Kárpátokhoz legközelebb eső Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe érkezik meg leghamarabb. Errefelé már 5 centis hóban is gyakran alakulnak ki hóátfúvások az utakon. A Magyar Közút a megyében 44 darab sószóróval kombinált hóekével készül a télre. Megyei szinten védekezünk a hóátfúvások ellen, 20 kilométeren rendelkezünk hóvédő erdősávokkal, ezen felül 18 kilométer hosszan került kihelyezésre mobil hófogó háló, illetve hófogó rács. Bács-Kiskun megyében 38 géppel és 7000 tonna betárolt sóval várja a telet a Magyar Közút. Azért, hogy egyetlen jármű se maradjon kihasználatlanul, 170-nel megemelték a beavatkozó állomány létszámát.
A megye téli időjárásának különlegessége az ipari hó, ami sok munkát ad a közútkezelőnek a Duna mentén. A túloldalon lévő gyárkéményeknek a vízgőze, ami nálunk a mi oldalunkon csapódik le elég gyakran. Néha még Kecskemétig is eljön ez, de jellemzően nyilván azért a Dunához közelebb eső részeken okoz ez olyankori síkosság helyzetet, amikor egyébként a megye többi részén a normál időjárási körülmények miatt el nem számítanánk. A Magyar Közút országosan 700 hókotróval és 100 hómaróval készül az idei télre. A több mint 30 ezer kilométer hosszú úthálózat síkosságmentesítéséhez 150 ezer tonna sót tároltak be. Minden mérnökségen rendelkezésre áll kalciumklorid is, ami a csak fagypont körüli hidegben használható sóval ellentétben mínusz 10-15 fokban is hatékony. Egyre több a cukorbeteg ember Magyarországon. 750 ezer regisztrált betegről tudnak, de félő, hogy legalább ennyien lehetnek még azok, akik nem is tudják, hogy érintettek. Itthon egyre több támogatást is kapnak a cukorbetegek. A matek házi feladatát készíti az osztályteremben a 12 éves Szalma Őrs. Miután elkészült a leckével, indulás előtt még gyorsan megméri a vércukorszintjét. 3 éves korában ugyanis kiderült, hogy egyes típusú cukorbeteg. Azóta a folyamata mindennapi rutinjává vált. 15 percenként küldi át a pumpába a vércukorszintet, és a magas a vércukorszintem, akkor pedig be van programozva, hogy egy adott szint fölött elkezdi korrigálni, és a kanült pedig, ami benne van, a pumpa egy csövön keresztül átadagolja belém, és azt 2 naponta cserélni kell. Bár ma már a legmodernebb készülékek segítik a cukorbetegek mindennapjait, de nagy odafigyelést igényel például a táplálkozás is. Az egész családot érintette, és nem csak a szűk, hanem a nagyszülőket is beleértve, hiszen Őrs, hogyha több időt szeretne a nagyszülőknél tölteni, akkor bizony a nagymamáknak is meg kellett tanulniuk, hogy hogyan kell szénhidrátot számolni. Ugye az a legfontosabb, hogy nem csak, hogy egészségesen étkezünk, hanem nekünk számolni kell a szénhidrátot. A kormány az elmúlt időben több intézkedéssel segítette a diabétesszel élők mindennapjait, hangsúlyozta az M1 híradónak Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos. Hozzátette, az igényelhető támogatások összege folyamatosan nő, de például Erzsébet táborokat is szerveznek az egyes típusú cukorbeteg gyerekeknek. Az elmúlt években egyértelműen felgyorsultak azok az intézkedések és döntések, amelyek cukorbetegek mindennapjait érintik, megkönnyítik. Kimondhatjuk, hogy a több mint 1 200 ezer cukorbeteg számíthat Magyarország kormányának a támogatására. Hozzátette, Magyarországon a cukorbetegek fele nem is tudja, hogy a betegséggel küzd, ezért hívják fel minden lehetséges alkalommal a szűrés fontosságára a figyelmet. 19 millió forinthoz közelít az adományok összege az idei Jónak lenni jó akcióban. A közmédia ezúttal a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének gyűjt. Szerdán megérkezett az első nagyobb összegű adomány, és egy ügyvédi iroda 1 millió forinttal támogatta a jótékonysági akciót. A zebránál várakozik Szakás Zsombor és kutyája Remzi, hogy átmehessenek az úton. Amint a jelzőlámpa csilingel, leléphetnek a járdáról. Most még kísérővel együtt közlekedhetnek, de hamarosan vizsgáznak, és akkor már önállóan mehetnek mindenhova. Zsombor még középiskolás korában veszítette el a látását, Remzi pedig már az 5. vezető kutya segítője. A kutyák kiképzése 1-2 évig tart, és több millió forintba kerül. Remzi kiképzését a Látássérültek Egyesülete finanszírozta, amiért a férfi azóta is hálás. Kutyával közlekedni csodálatos. Úgy szoktuk mondani, hogy kutyával közlekedni, kutya nélkül közlekedni lehet, de nem érdemes. Tehát a kutyával érdemes közlekedni, mert sokkal biztonságosabb, nagy biztonságot ad az utcán a forgalomba. 10 óra 58 perc. Ez egy beszélő telefon, ami a látássérülteket segíti. Egy-egy ilyen használati cikkára sok esetben jóval magasabb, mint a hagyományos eszközöké, ezért az Egyesülettől bérelhetnek ilyet a látássérültek. Hogyha ezt szeretnék megvásárolni, ugye ezt minden, ez a kölcsönzés azért is jó számukra, mert ezeket ki tudják próbálni, ezek legfőképpen olyan segédeszközök, amik elég drágák, ugye, és ez így nekik jó, hogy kézzel fogható, előtte ki tudják próbálni, hogy mi az, amit majd esetlegesen megvásárolnak. A közmédia az idei Jónak lenni jó kezdeményezésében a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének gyűjt.
A jótékonysági akcióban már a 19 millió forinthoz közelít az adományok összege. Megérkezett az első nagyobb összegű felajánlás is egy ügyvédi irodától. Ők 1 millió forinttal támogatták az adománygyűjtést. Kérjük, adja meg a támogatni kívánt szervezet két jegyű kódját. Segíteni továbbra is a 13600-as telefonszámon keresztül lehet a 96-os kóddal. Minden SMS vagy hívás 500 forint adománya látássérülteknek. A Jónak lenni jó kampány december 18-án zárul az egésznapos műsor folyammal. Ez volt a Híradó, a műsor újra nézhető a híradó.hu oldalon. Nemzeti sporthíradó következik, Csanádi Kristóf már várja önöket, aztán pedig 48 perc a házigazda Lánci Tamás.